Vendégünk ezúttal Gobbi Fehér Gyula, az alkalom pedig az, hogy az idén Gobbi Fehér Gyula Herceg János irodalmi díjban részesül. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz! Engedjék meg, hogy ez a beszélgetés egy kicsit közvetlenebb hangnemben folyjon, hiszen sok éven át együtt dolgoztunk az Újvidéki Televízióban. Bevezetésként hadd idézzem a Bírálóbizottság megindoklásának egyik mondatát, amely valahogy így szól, hogy magas művészi szinten vállalta mindazt, amit Herceg János irodalmi programjában lefektetett. Hát ez már önmagában is egy megbecsülés és elismerést jelent. Igen. Hát ez a Herceg János díj aránylag új díj a vajdasági irodalmi életben. Szerintem jó, hogy a zomboriak létrehozták, mert Herceg János megérdemli. Én nagyon szerettem, még gyerekkoromban ismertem meg. 1958-ban kerültem az Újvidéki Rádió ifjúsági műsorába, és Herceg Jánost ott ismertem meg, ott dolgozott. De nehogy valaki azt higgye, hogy minden nap itt volt. Herceg János Zomborban és Baranyában élt, és vonaton jött minden héten egyszer, előkészítette a műsorait, ő meg egy Sesics Vera nevezetű hölgy készítették a rádió irodalmi műsorait. Ezt mindig előkészítették, és akkor emlékszem, találkoztam velük a folyosón, mindig robogtak, siettek, mert a vonat hol késett, hol nem, de sietni kellett, mert délután, kora délután meg ment vissza a vonattal Herceg János. Hatalmas, magas, erős ember volt, és a keskeny folyosón elrobogott, de köszönt mindig, mikor mondtak, persze mi fiatalok, hogy jó napot kívánunk, akkor mondta, jó napot kívánunk. Nagyon törődött a fiatalokkal, sokat törődött velünk. Mondjuk rólam is nem kritikus vagy másik írótárs, hanem éppen Herceg János írta az első szöveget az akkori Dolgozók című szakszervezeti lapban. És kiderült, mikor erről beszélgettem barátokkal, hogy róluk is, tehát az írótársakról is, mindegyikünkről Herceg írt először, mint egy beavatott bennünket, biztatott bennünket tulajdonképpen a további alkotásra. Hát, hogy mennyire tudtam követni az ő munkásságát, azt nem tudom őszintén szólva fölbecsülni, de az biztos, hogy ő hirdette saját magáról, hogy mindenes írónak kell lenni Vajdaságban. A vajdasági magyar íróról, mikor az ember gondolkodik, akkor ahogy Bányai János is ezt megírta egy hosszú és szép esszében, mindegyikünk Herceg Jánosra gondol. Felfedezhetők-e rokonvonások írásaitokban? Hiszen mindketten a vajdasági magyarság jelenével, múltjával és jövőjével foglalkoztatok. Hát valószínűleg a kultúráról, kulturális eseményekről, irodalomról szóló írásokban igen, hiszen ugyanazt gondolom én is, amit Herceg János és amit előtte Szenteleki gondolt, mert tulajdonképpen Szenteleki vonalát követte Herceg János, ami az irodalomról szóló véleményét illeti. A szép irodalmi rész az más, mindenki úgy ír, ahogy az érzései, tudása, tehetsége diktálja. Tehát mondjuk Herceg Jánosnak a Kekesztuna című, Kekesztuna hősről szóló novelláit mindig becsültem, mert az némileg emlékeztetett az saját novelláimra is, amikor mondjuk telepi hányatott sorsú tekergőkről írtam például, ugye? De más vonalban, ilyen szépirodalmi írásaimban nem hiszem, hogy hasonlítok rá. Ő neki sajátos, jó irodalma volt. Most, hogy megkaptam ezt a díjat, elővettem az Összegyűjtött művek, az Összegyűjtött novellák című 4 kötetet, és úgy beleolvastam, azt hiszem, hogy én tudatosabban képzett író vagyok, egyetemet fejeztem be végeredményben, irodalmi egyetemet, ugye. Tehát tudatosabban állok hozzá. Ő érzelmesebb író volt, és a
nagyközönség nagyon szerette. A hét napban évekig minden héten megjelent egy-egy novellája, az egész családom olvasta, én is. Meg azután a rádióban? A rádióban rengeteget szerepelt, szeretett szólni a néphez, hogy úgy mondjam. Ebben is némileg követem, de hát a rádióban kezdtem dolgozni, és tulajdonképpen én a rádiótól akkor sem szakadtam el, amikor a Fórumban, vagy a később sokáig ugye az Újvidéki Televíziónál dolgoztam, én a rádiónak akkor is mindig írtam. Épp a keddi írásaimat próbáltam összegyűjteni, nem mind sikerült, mert sokszor kézzel írtam, és azok némelyik noteszem elkallódott, de hát az egy akkora anyag, hogy magamat okolhatom, hogy nem jelentek eddig meg, hogy nehéz volna rábeszélni egy kiadót, hogy azt egyáltalában kiadja. Hercegnél különben ezek az írások, mondjuk a Kitekintő című kötetében, amely 80. születésnapjára jelent meg, na jellemző az is, hogy valamikor a kiadónk, a Fórum gondolt arra, hogy amikor az író valami kerek évfordulóhoz ér, akkor abban az évben legyen könyve. Herceg János a Kitekintő írásait jelentette meg, amikor 80 éves lett. Azok mondjuk hasonlítanak az én írásaimhoz, vagy én hasonlítok az ő írásaihoz, mert a kultúráról, a világban történő művészi, kulturális eseményekről ír. Abban a Kitekintőben látszik meg tulajdonképpen, hogy hány művésszel, hány égtájjal, hány irodalommal törődött, rengeteggel, nagy tudású ember volt, amit úgy föl se fedeztünk, mert különösen élete vége felé, mikor nagyon népszerűekké váltak a rádió mezőgazdasági műsorában felolvasott írásai. Igen, akkor azt hittük, hogy csak velünk törődik. De ebből a könyvből is látszik, hogy ő törődött az egész világgal tulajdonképpen. Térjünk vissza, és csak még egyszer idézem a kritikusokat, ez most már a te műveidre vonatkozik, és valahogy így hangzik, hogy történeteidben sajátos misztikum szövi át a realitást. Hogyan tudjuk ezt értelmezni? Hát mondjuk különösen első írásaimban, amelyek parabolák voltak, Kafka novelláihoz hasonlíthatóak persze. Minden író, mikor kezd, akkor valakihoz hasonlít. Hát az én első írásaim is gondolom, hogy a Kafka novellákhoz hasonlítanak. Ott gyakoribb ez, de azóta sem mondtam le arról, hogy néha az álmak, a rejtélyek, az ember életét körülvevő titokzatosság megjelenjen, mert az az életünk része. Még a legszegényebb ember is, mondjuk a Tekergőkben írtam jó néhány novellát egy kamrában alvó szerencsétlen emberről, akire emlékeztem, nem messze tőlünk lakott a telepen. Ő vele is történtek titokzatos és megható és költői dolgok. Mondjuk az egyik novellában arról írok, amikor a kamra falán, deszkafaló kamrában aludt, behullott a hó. És az a hó neki kincset jelentett. Ez egy ilyen dolgok, amik mindnyájunknak az életében előfordulnak, és ha meg tudom mutatni, akkor örülök. Melyik műfajban vagy igazán otthon? Hiszen említetted a novellákat, a drámákat, hadd tegyem hozzá, rádiódrámák, színjátékok, rockopera, regények. Azt hiszem, hogy akárcsak herceg, én novellista vagyok. Tulajdonképpen novellákat írok kezdettől fogva, és az az én műfajom. Na most a rádió az hozzám ragadt, vagy én ragadtam a rádióhoz, mert ott kezdtem dolgozni, és mint említettem, sokat bent tartózkodtam, mert az egyetemet is úgy fejeztem be, hogy bemondóként dolgoztam, meg kellett élnem, a családomnak meg kellett élni. És az volt a legjobb megoldás, hogy az esti váltást vállaltam, vagyis este 7-től éjfélig dolgoztam a rádióban. Az azt jelentette, hogy napközben el tudtam menni egyetemre, viszont a rádióban este 7-kor és 9:30-kor vannak hosszú hírek,
Közben a bemondó üldögél. Tehát volt időm olvasni, és volt időm írni. És hát a rádiójáték műfaja az hozzám ragadt. Én ott a rádióban mászkálva ide-oda sokszor leültem és hallgattam. Például Kopecki Kutyák, macskák című gyermek hangjátékát elejétől kezdve végighallgattam, mert olyan érdekes volt számomra, ahogy játszották. És az ember élvezte, Nagy Gellért János, Júlia, Ferenc Ilyenő, végig bolondozták az egészet, és az nekem nagyon, hogy is mondjam, örök élményem maradt. Meghallgattam ezt, és figyeltem, hogy hogy csinálják, hát természetesen, hogy akkor én is megkívántam, írok én is rádiójátékot. Nos, a múltkor készítettem egy válogatást, nem biztos, hogy meg fog jelenni, még rádiójátékot Vajdaságban, könyv alakjában nem hiszem, hogy nem könnyű megjelentetni. Legutóbb Beszédes Zentáról az Etna szerkesztője hívott, és úgy, mintha ráállt volna, hogy ezekből jelentett meg. 26 olyan rádiójátékom van, amelyet díjaztak, amelyek közül 14-et a Kossuth Rádió játszott, nem az Újvidéki Rádió. Kossuth Rádió valamikor minden évben játszott tőlem néhány, egy vagy két rádiójátékot, és ezekből válogat. Ez nekem nagyon jó volt, mert azokban a kemény időkben, amikor a fizetésünk 3 márkát ért, vagy 4-et, akkor a Kossuth Rádió által kifizetett 100 000 forint, az nekem szinte fél éves megélhetést biztosított. Abban az időben volt igény a rádiójátékok iránt, de hát közben változott a helyzet, megszűnt ugye az Újvidéki Rádióban és a Rádiószínház. Hogyan lehet ma piacra dobni, hogyan lehet pénzét tenni egy-egy irodalmi művet? Különösen egy vajdasági írónak. Nagyon nehéz. Én gondolom, hogy nálunk felsorolhatom őket, hogy ki tudna megélni úgy, ahogy a műveiből. Mondjuk most Tolnai Otto és Végel László, de hát ők már nyugdíjasok. A nyugdíj mellett biztos, hogy a műveikből is tudnak élni. Valamikor talán Gion volt még az, aki a magyar piacon, mivel Magyarországon is jelentek meg könyvei, onnan is kapott pénzt. Nekem nagyon sokat segített a Kossuth Rádió szerkesztősége. Ott például 3 évvel ezelőtt teljesen megszüntették ezt az osztályt. Tehát egyszerűen nincs nekik most olyan osztályuk, amelyik rádiójátékokat készít. Én gondolom, hogy van olyan szerkesztőjük még, aki évente besinkófál valahogy a műsorba egy-egy rádiójátékot. Nálunk pedig teljesen tönkrement Lakner Edit szerkeszti most az Újvidéki Rádióban a rádiójáték műsorait, és ő kikönyörög a főnökségtől, hogy évente 5-6 rádiójátékot tud készíteni honoráris színészekkel. Hát ez a honoráris, ez is egy nevetséges dolog, a színészek részére is, de az író részére. És a szerzők részére is valószínűleg, hiszen nincs pénz. Így van, nincs pénz, és egyszerűen egy könyvér. A legutolsó könyvem 2006-ban jelent meg. Azért a novellás kötetért, ha jól emlékszem, mai árakban olyan 30 000 dinárt kaptam. Most tavaly részt vettem a fórum által kiírt regénypályázaton, mert előre kifizették a regényt, az a fizetség 50 000 dinár volt. Hát 50 000 dinár egy jobb fizetés. Na most az ember azért a regényen több ideig dolgozik, mint egy hónap. Mennyire érzékeli egy határon túli, egy vajdasági magyar író, hogy az irodalomban is kialakultak bizonyos szekértáborok, tehát valahova tartozni kell ahhoz, hogy a könyveid megjelenjenek, hogy író-olvasó találkozókon vegyél részt is, és hogy egyáltalán érvényesülj a irodalmi alkotásokkal. A művészetben egész természetes, hogy vannak szekértáborok, irányzatok is vannak, hála Istennek, újak születnek, és azok ki akarják harcolni a saját területüket. Ebben a művészetekben, nem csak az irodalomban, mindenfajta művészetben klánok alakulnak ki, mert így erősítik egymást. Mondjuk a legismertebb a szimpózium mozgalom volt Vajdaságban. A fiatalok betörtek az irodalomba, és újat akartak, és kiharcolták maguknak.
politikai segítséggel, de szerencséje volt azt hiszem, irodalmunknak, mert egy egész sor új ember jelent meg, akik alkotóképesek voltak, és mutatja az életük, amely most már lassan a vége felé közeledik, hogy igen, dolgoztak, dolgos emberek voltak, és tevékenyek. Persze nem mindig, egy ilyen kis irodalomban, mint a miénk, nem mindig jöhet egy-egy új hullám. Idő kell hozzá, hogy összegyűjjenek. És aztán van, amikor a politika beleszól, mondjuk a Sziveri társaságát szétzilálta a politika. Pedig ők is eléggé összeforrottak, kezdtek volna, hogy is mondjam, nyájjá sűrűsödni. És az néha hasznos, irodalomban hasznos, hogy segítik egymást. Mondjuk az is jó, ha egy írónak vannak megszokott kritikusai, akik szeretik, szidják, ha kell, de törődnek vele. Egy írónak már az is jó, hogy személyes élményemet meséljem el, hogyha van olvasója. Nagyon sokan, mondjuk Brasnyó István panaszkodott nekem, hogy hiába ír ő neki, hónapok óta soha senki nem mondja, hogy elolvasta az írásait. Nekem olyan szerencsém volt, hogy a szomszédaim, mondjuk Földesdi bácsi, egyik osztálytársam, édesapja, ügyvéd, az minden alkalommal, ha megjelent novellám a Magyar Szóban, vagy a Hét Napban, vagy akárhol, hidat is vette, és mindig megmagyarázta nekem, hogy mi jó benne, és mi rossz benne. Valaki, aki törődik veled, ez egyfajta önbizalmat ad, hitet abban, hogy érdemes dolgozni. Ez jó. És mondom, a klánok is szükségesek. És hogyan lehet bekerülni egy ilyen klánba? Véletlenszerűség, kapcsolatok révén, vagy? Hát tudatosan úgy, hogy akarsz bekerülni, nem hiszem. Vagy megalkovást igényel? Nem hiszem, hogy megalkovást. Azt hiszem, hogy egyfajta idomulásról van szó. A fiatalok érzik, mondjuk a szimpóziont veszem meg én, mert az volt a leglátványosabb ilyen klánunk. Én most a magyarországi irodalmi klánokra gondoltam, hát hogy ott érvényesüljön egy határon túli magyar író. Nagyon nehéz egy határon túli magyar írónak érvényesülni. Akkor lehet, hogyha van olyan valaki, aki ezt tud csatlakozni. Tehát olyan, akit ő becsül, és azzal megismerkedik, és így közelebb kerülnek egymáshoz. Akkor automatikusan egy társaság tagja lehet. Ez a ritkább eset. De mondjuk megnézhetjük azoknak a példáját, akik tőlünk átkerültek a katonai behívók előszökve, stb. Hogy mondjuk Bognár Antal csatlakozott a Napkúthoz. Az egy folyóirat, kiadóvállalat. Nem merném őket klánnak nevezni, de csatlakozott egy társasághoz, ahol ő is el van. Ez egy példa. Akkor más íróink, Fenyvesi Ottó a Veszprémiekhez csatlakozott. Szóval valahova, ahol itt a véletlen is közrejátszott már, mint az, hogy ki hova költözött. Ki milyen munkát talált magának. És akkor automatikusan ebből a lehetőségei is következnek. Hol jelenhet meg? Melyik újság? Mondjuk ilyen problémám nekem nem volt a magyarországi irodalommal. Adtam írásokat az ÉS-nek, adtam írásokat az Újírásnak, adtam írásokat a Kortársnak. Itt a szerkesztők minden alkalommal közöltek. Tehát nem volt felém, de gondolom mások felé se ilyen kritérium, hogy te nem vagy nekünk való. Politikai hozzáállással, a politikában való részvétellel hogyan lehet, vagy egyáltalán képes-e az író arra, hogy egyengesse pályafutását? Ezt azért kérdezem, mert egy időben te is államigazgatási szerepet töltöttél be itt a vajdasági kormányban. Igen. Meg lehet alapozni az irodalmi jövőt egy politikai pályafutással? Gondolom, hogy bizonyos kezdeti lépcsők elfoglalása lehetséges. Én akkor tévedtem, amikor először elvállaltam még nagyon kezdő koromban, nagyon korán az ifjúság, akkor még nem képes ifjúság volt, hanem ifjúság című heti lapnál vállaltam a főszerkesztő helyettesi munkát, mert attól kezdve
amikor ilyen munkát elvállalsz, akkor lögdösnek előre. Automatikusan megy. Így lettem másút is főszerkesztő, meg igazgató, meg vezérigazgató. Ez tulajdonképpen a hercegi hozzáállásnak egyik következménye, hogy én is aktív közéleti, tevékeny közéleti munkásságot vállaltam. De ez teher. Ez mindnyájunk számára, aki író akar lenni, annak teher, mert elfoglalja az idejét, már pedig minden prózaíró tulajdonképpen a saját idejéért küzd. És könnyebben érvényesül az, aki a saját munkájával törődik, és nem a közélettel. Teher vagy megalkuvás, vagy a kettő együtt? Biztos, hogy együtt van. Megalkuvás is, hiszen ha amint közéleti munkát végzel, ehhez kell egy párt, hogy úgy mondjam, vagy kell egy mozgalom, ami mögötted van, vagy kellenek emberek, egy réteg, aki téged tisztel és hallgat rád, de ugyanakkor te is közvetíted a társadalom felé, hogy mit gondolnak. Tehát ez egyfajta lelki nyomás is, igen. Említettük a véletlent. Olvastam egy nyilatkozatot, hogy életedben szerepet játszott a véletlen. Nagyon gyakran, igen. Már az is, hogy az ember hogy születik meg. Én arról írtam, amikor Feketei József készített velem egy hosszú interjút, és akkor írásba válaszoltam neki a legelső kérdésére, hogy elfogadom az interjút, és kérdezte, hogy valamit a születésemről. És akkor elmeséltem igaz történet, hogy édesapámat berukkoltatták a magyar hadsereghez, amikor Vajdaság, vagyis Bácska ismét Magyarországhoz csatlakozott. Akkor ott az volt a regula, hogy akinek három gyereke születik, azt nem vitték el katonának. Így születtem én tulajdonképpen, hogy édesanyám meghagyott, már elég idős volt édesanyám, de hogy megszülessen a harmadik gyerek, ez voltam én, akkor megszült. És édesapám így megszabadult a katonaságtól, mert mindenki rettegett, a háború folyt a katonaságtól. És záró kérdésként hadd kérdezem meg, hogy mivel foglalkozol most is, milyen irodalmi művek várhatók az elkövetkező időszakban? Hát amint mondtam, sokáig nem írtam, mert nagyon elkedvetlenített az a helyzet, hogy nem is fizetik, meg nem is törődnek ezzel az itteni emberek. De aztán végül is tavaly, mikor megjelent a Fórum regény pályázata, írtam egy regényt, Kijárat a címe. Ha megmondom, hogy az első, a munkacíme az volt, hogy ez a ház eladó, akkor körülbelül megmondtam a témát is, hogy merre van a kijárat. Erről szól a regény, és hát sorozatban írom otthon a novellákat ismét, mert novellát írni szeretek. Gobi Fehér Gyula, Herceg János irodalmi díjas írónak köszönöm, hogy elfogadta felkérésünket. Köszönöm én is.